hogy... Jaj, ezt nem némítottam le. Sziasztok, Matilda vagyok, és nagyon szuper Percy Jackson híreim vannak. Ha még nem láttátok volna, mert szerintem azért ez így a Percy Jackson fandomban most gyorsan és nagy hírt kavart, de a lényeg, hogy végre kihirdették, hogy ki fogja játszani Percyt az új sorozatban. És nagyon jó. Végül is Walker Scobell fogja játszani Percy Jacksont az új sorozatban. És én először így ránéztem képre, mondtam, jó, oké, tehát így nem váltott ki belőlem reakciót, aztán megláttam, hogy odaírták, hogy ő játszott a The Eden Projectben, ami egy Netflixes film, és nemrég jött ki, és Ryan Reynolds van még benne, meg ez a kisrác, és így beugrott, és így nagyon jó volt abban a filmben. Úgyhogy nagyon megörültem neki, ráadásul 13 éves a színész, Percy ugye 11, éppen tölti be a 12. évét a könyvekben, tehát korban is nagyon jó, ráadásul ránézésre is, meg szerepügyileg is a Zenem projektben is olyan volt, hogy olyan Percy kaliber. Én nagyon elégedett vagyok ezzel a castinggal, és amúgy az a poén, hogy elvileg már januárban megvolt. Tehát a színész tudta már januárban, hogy ő fogja játszani Percyt, csak mi tudtuk meg ezt áprilisban. És nagyon cuki van, és egy kép Rick Riordan blogposztjában arról, amikor a Zoom callon, vagy a Zoom hívásban elmondták neki, hogy ő fogja játszani Percyt, és pont félvértáboros pólóban van, és nagyon örült neki, és nagyon cuki, úgyhogy én ezt nagyon fogom szeretni Percyként, az biztos, mert már most azt mondom, hogy tökéletes Percy választás. Ráadásul nagyon szereti a könyveket, olvasta a könyveket, úgyhogy csodás. Nem tudom, hogy be fogják-e festeni a haját, vagy adnak-e neki parókát. És Rick Riordan írt is egy cikket erről, most már át fogok menni Rick Riordanezni őt. Hosszú évek után végre elértük ezt is. Na igen, szóval, hogy írt egy újabb blogposztot, és abba írta, hogy ezt nagyon sokan kérdezték a közösségi média felületeken, és azt mondta, hogy nem tudja annyira, nem is őt speciál nem érdekli, mert őt sokkal jobban érdekli az, hogy maga a színész hozza jól a karaktert, mint az, hogy hogyan nézzen ki a színész. Amivel egyébként abszolút egyet tudok érteni, tehát akárhogy kinézhet majd a sorozatban vizuálisan a színész, hogyha abszolút nem hozza jól a karaktert, úgyhogy... Mert akkor tök mindegy, hogy néz ki, akkor nem fogja elérni a kívánt hatást. Mert például szerintem a Percy Jackson filmekben is. Logan Lerman egyébként jól hozta Percy szerepét, ott teljesen már, tehát nem ő rajta csúszott el a film. De ott van például, aki Annabeth játszott a színésznő, és sose tudom, hogy kell kimondani a nevét, úgyhogy inkább elkerülöm. Őszintén neki nem volt, vele nem volt bajom, hogy barna volt a haja az első film. Ben is olyan nagyon durván kék szeme, mert azt úgy elfogadtam, hogy oké, így néz ki. Neki a karakterét nyírták ki, és őszintén a második filmben sokkal rosszabbul nézett ki, amikor már szőkített volt a haja, megkapott kontaktlencsét, az már nagyon fura volt utána, mert nem tudom, nekem az abszolút nem tetszett. Úgyhogy, ha nem is festik be a haját, vagy nem is kap parókát, vagy semmi nem lesz csinálva a hajával, és szőke marad a piercing, szerintem én meg fogok tudni vele barátkozni, mert amúgy, hogyha így ránézésre első benyomás alapján szerintem egy nagyon jó Percy választás. Még akármi is lehet, hogy mi lesz a vége, tényleg. De tényleg Rick Riordan azt írta, hogy igazából, hogy neki tényleg a karakter az fontosabb, ami lássuk be azért igaz, úgyhogy írt is egy listát azokról a dolgokról, amik a könyvek során változtak, például, hogy Taliának még talán a villámtolvajban zöld szeme volt, és aztán a Szörnyek tengerére vagy a Titánátkára már kék szeme volt, tehát egy ilyen változtatásokat ő is beletett a könyvbe. Vagy hogy Fekete Péter a Szörnyek tengerében még kanca volt eredetileg, a Titánátkára már csődör lett. És ez szerintem a fordításban korrigálva is lett az eredetiben, amikor olvastam, itt mögöttem vannak, ugye angolul ott még kancaként van emlegetve. Szóval, hogy ő is csinált ilyeneket, és azt mondta, hogy az abszolút ilyen, ha a karakter jó, akkor a kinézetének nem kéne lényegnek lennie. A többi karakter, vagy a többi színészről még egyelőre nincs info, de szerintem hamarosan már, nagyon hamarosan lesz. Amúgy mindenféle egyéb dolog is történik a film során, tehát, hogy ilyenkor mindig angolul jutnak eszembe a dolgok, tehát ezek a kellékeknek a kiválasztása, a jelmez, ugye a kosztüm kiválasztása, úgyhogy minden ilyesmi folyamatban van, de ez a legnagyobb, hogy van egy piercing, és nagyon jónak tűnik ez a Percy,
Úgyhogy én egyre pozitívabban látom ezt az egész sorozatot, és most már tényleg nagyon-nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy jövőre tényleg sikerül kihozniuk, mert olyan jó lesz. Nagyon jó lesz. Nagyon aranyos ez a kisrác, nekem nagyon, nagyon tetszik. Színésznek. Okay, színésznek. Abszolút Percy is, úgyhogy én, ha szőke is marad, is jó Percynek mondom. Jó Percy lesz ő. Így is, úgy is. Főleg, hogy nagyon szereti ő is a sorozatot, a könyveket, meg a karaktert, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Szóval ez volt a legfrissebb és legfontosabb hír, aztán, hogyha lesz még több, akkor jövök egy újabb résszel. Remélem, ti is izgatottak vagytok, mert én már nagyon. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!